Sziasztok! Ez itt a Pingvin Bázis heti hír összefoglalója 2023. 33. hetének legfontosabb open source híreivel. Tartsatok velünk! Megjelent az OpenMandriva LX23.08 disztribúció, melyben a Linux kernel 6.4 adja a rendszer magát, továbbá bekerült a KDE Plasma 5.27.7 LTS és a GNOME 44.3, illetve az LXQt 1.3 asztali környezetek kiadásai is. Már tesztelhető az OBS Studio nyílt forrású platformfüggetlen streamelő szoftver 30.0. Beta 1-es verziója. Az OBS Studio 30.0 azt ígéri, hogy támogatja az Intel QSV, QuickSync Video funkciót Linuxon, VIP per WebRTC kimenetet, HDR lejátszási támogatást a Decklink kimenetnél, 10 bites rögzítési támogatást a Decklink eszközök esetében valamint egy YouTube Live vezérlőpultot a YouTube-ra való közvetítés segítségére. A grafikus felhasználói felületet frissítették ebben a kiadásban egy újra tervezett állapotsával, amely a felhasználóknak jobban szervezett és struktúrált információt nyújt, reprezentatív és felismerhető bikonokkal, valamint új lehetőségekkel a teljes magasságú dokokhoz a nézetmenüben. Az OBS Studio 30.0 elmelet új biztonságos mód lehetőséget ígér, amely lehetővé teszi az alkalmazás futtatását harmadik fértől származó bővítmények, skriptek és websockets nélkül. A biztonságos mód lehetőséget a felhasználóknak az indokolatlan leállás észlelésekor ajánlják fel, hibakeresési céllal, de kézzel is aktiválható lesz a súgó menüből. Többek között más érdekes változtatások, mellett az új UBS Studio kiadás alapértelmezetten név szerint rendezi az audio videó kódoló legördülő menüket, lehetővé teszi a szűrők elrendezését húzással és ejtéssel, lehetővé teszi a GPU méretezést a kimenet átméretezése opció esetén, amikor lehetséges, valamint naplózást ad hozzá a stúdió módú jelenetváltásokhoz. Természetesen sok más hibajavítás is várható a szoftver különböző funkcionalitásának javítására, például az FFmpeg, VA, API, AMD kódoló videó minőségére, veszteségmentes rögzítésére, töredezett MP4 MOV formátumban és a VLC média forrásra vonatkozóan. Az OBS Studio 30.0. első beta verziója elérhető a nyilvános teszteléshez, Deb az Ubuntu disztribúciókhoz valamint bármely más GNU Linux disztribúcióhoz, amely támogatja a Flatpak univerzális bináris csomagformátumot a FlatHub beta csatornájából. Nem jött be a tőzsdére lépés a Suzénak, ezért kiszáll belőle. Két éve lépett a Suze mögött álló gazdasági társaság be a német tőzsdére, akkor így számoltak be az eseményről. Történelmi pillanathoz értünk május 19-én. Megkezdődött a SUZE részvények értékesítése a frankfurti tőzsdén. A tőzsdére lépés még nagyobb pénzügyi és működési rugalmasságot ad a SUZE számára, így felgyorsíthatjuk növekedésünket, miközben továbbra is szilárd alapot biztosítunk ügyfeleink számára a digitális átalakuláshoz, elengedhetetlen kritikus fontosságú IT alkalmazások és szolgáltatások működtetéséhez. A jövőben további fejlesztésekkel szeretnénk hozzájárulni az open source közösség, partnereink és ügyfeleink sikeréhez, hogy még inkább ki tudják használni az innovációban rejlő lehetőségeket, és a nyílt technológiák használatával elkerülhessék a gyártófüggés csapdáját, fogalmazott akkora a vezérigazgató. Most pedig a privát cégé. A Linux szerető szoftverház a SUSE kilép a frankfurti tőzsdéről és ismét magáncégé válik, mindössze két évvel a 2021-es tőzsdei bevezetése után. Az ügylet részvényenként 16 euróra értékeli a suse ami jóval a 2021-es jegyzés 30 eurós árfolyama alatt van, de a csütörtöki 9,605 eurós záróár felett. Számolt be róla a hub.hu. Megjelent az Ubuntu újabb fejlesztői kiadása a Feature Freeze, jelentette be a disztribúciót gondozó Canonical LTD. A kiadási ütemterv szerint a végleges 23 per 10-es kiadás 2023. október 12-én érkezik majd. 26. születésnapját ünnepli a GNOME asztali környezet, a hírről az X közösségi oldalon számolt be a környezetfejlesztő csapata. A posztban megköszönték a közösségnek és a felhasználóknak az eddigi együttműködést. Az ünnepléssel a munka nem áll meg, ugyanis a napokban megjelent az asztali környezet 45-ös főverziójának bétája is. A béta kiadással további, további került a GNOME vezérlőpult, több memória szivárgással kapcsolatos problémát javítottak, és átszervezték az adatvédelem panel elrendezését is. Megjelent a System mentes Devuan GNU Linux 5.0, jelentette be a fejlesztő X oldalán csütörtökön. Az új verzió a Debian 12 Bookworm kiadást használja alapjául Linux kernel 61 el További részletek a kiadó weboldalán a devuan.org-on érhető el. Megjelent a Linux kernel 6.5 hatodik pripecse, jelentette be Linus Torvalds, a Mac fejlesztője. A patch főleg a hardverkezelést és hálózatkezelést érintő lényeges javításokat tartalmazza. Az új kernel kiadás elérhető a kernel.org weboldalról. Szerdán ünnepelte 30. születésnapját az egyik legnépszerűbb független disztribúció, a Debian Linux. A Debian 30 éves történetéről csatornánk is készített egy összeállítást, melyhez a linket videónk leírásában találjátok. Köszönjük a figyelmeteket! Ha tetszett a videó, ne felejtsétek el jutalmazni egy lájkkal, like illetve ne felejtsetek el feliratkozni, és a csengőre rányomni, hogy elsőként értesüljetek legújabb tartalmainkról.